segítő mesterekre is szükség van. A hangot is kiadó saját fejlesztésű holoprojektor az egyik különlegessége annak az állandó kiállításnak, melynek a Gyulai vár ad helyet. A Gyulai vár állandó kiállítása gazdagodik. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, a Gyulai vár Magyarországon a leglátogatottabb vidéki múzeumok közé tartozik. Tavaly több mint 100 000-en nézték meg. Célunk az, hogy folyamatosan fejleszünk, és új kiállítási elemekkel mindig érdekesebb és vonzóbbá tegyük a kiállítást, és azok számára is érdekessé tegyük, akik már esetleg jártak nálunk. Most két teremben látható egy új kiállítás, ami az állandó tárlat része, amely épít azokra az eredményekre, amelyeket az önkormányzatunk által a Szigeterő programban megrendelt régészet és levéltári kutatások eredményeként találtak. Ezek rendkívül érdekes újabb történeti adalékokkal szolgálnak a vár építéséről, a palánkvárról, az erődítményről és természetesen az itt zajló életről is. Minden fejlesztő munkai rendkívül tudatos és Dombi Ildikó az Erkel Ferenc Kft. Kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója hangsúlyozta. Fontosnak tartja, hogy a kulturális turisztikai attrakciók folyamatosan fejlődjenek, bővüljenek Gyulán. Nemrég az Almási kastélyban mutatták be ezt a kiállítást, és nem szerették volna, ha a múzeumi raktárba került volna. A történelmi épület emeletének két sarki termében a valamikori palánkfalat, illetve a palánkfal feltárásának folyamatát bemutató része bővült a várkiállítás. Köztük a kastélyban találhatóhoz hasonló, de hangot is kiadó saját fejlesztésű holoprojektorral. Az építőmester a palánkvár építéséről mesél, és ez azért érdekes, mert éppen háttal van a látogatónak. Tehát meg kell, hogy álljon a látogató a makett előtt, és ahogy megáll előtte, az építővester megfordul és elkezd mesélni. És az attól különleges, hogy az Almási kastélyban is van holoprojektor, de ott nem beszél. Tehát egy kicsit továbbfejlődtünk, és egy magasabb színvonalú technikai újítás került át ide a Gyulai várba, ahol azért nem volt jellemző, hogy interaktív és modern technikai megoldások legyenek láthatók, és amire én rendkívül büszke vagyok, hogy ezt kollégáim alkották meg. Az eddigi állandó kiállításban kevésbé hangsúlyos szerepet kapott a palánkvár. A várba került installáció és kiállítási elemek korábban bizonyították már, hogy számot tartanak a látogatók érdeklődésére. Az elmúlt évben az Almási kastély időszaki kiállítótermében bemutatott, az Eltemetett vár című tárlatban szerepeltek. Az Eltemetett vár című kiállításunk itt a vár épületében azt a korszakot hangsúlyozza, ami a vár életében, a vár történetében az egyik legfontosabb, az 1566. évi ostromnak az időszakát. Ebben a korszakban, ebben a néhány évtizedben, és tulajdonképpen a török időszakban is, az a palánk szerkezetű védmű, a földbástyák, illetve a palánkfalak jelentették a Gyulai várnak a valódi erősségét, amik napjainkban már csak a föld alatt vannak meg. Egyedül a téglavár, ugye az ekkori várnak a központi épülete látható. A palánk szerkezetű védművek feltárásakor számos olyan emlékkel gazdagodott a Gyulai Múzeum, amit ezen a kiállításon be tudunk mutatni. A két helységben is frissült Gyulai vár tárlata ezen a hétvégén már látogatható.